Sorra gyűltek a támogató aláírások, a Fidesz Magyar Polgári Párt paksi szervezete április 16-án folytatta a gyűjtést, igazodva az országos kampányhoz. Az európai parlamenti választás május 26-án vasárnap lesz Magyarországon. A párt helyi országgyűlési képviselője arra kéri a magyar embereket, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontos programját a bevándorlás megállítására. A migráció ellen egyedüli hatékony megoldás, hogy ott kell segíteni mindenkinek, ahol született. Mi is ott szeretünk élni a rokonaink, barátaink körébe. A gyerekeknek kell, az unokáknak kell nagyszülő. Ezeket az embereket ettől fosztjuk meg, mindig is gyökértelnek lesznek. Tehát ami ma Németországban napi 17 milliárd forint támogatás, ugye belekerül ez olaszoknak, spanyoloknak, nekünk is jelentős pénzbe, és ezt a pénzt odavinnénk, és ott adnánk életlehetőséget ezeknek az embereknek, akkor mindenki jobban járna. Ezért kell sok aláírás. A választáshoz szükséges 20 000-es aláírási küszöböt már korábban elérte a Fidesz. Süli János tárca nélküli miniszter, országgyűlési képviselő szerint azonban a cél továbbra is az, hogy a további aláírásokkal jelezzék határozott szándékukat Brüsszel felé. A politikus a voksolás fontosságát is kiemelte. Ha jelentős támogatást élvez a Fidesz-KDNP itthon, akkor az azért nem söpörhető le. Ezért kell menni minél többünknek. Hogy az is fontos, hogy a küszöb, az 5%-os küszöb, hogy ki jut be, ami nagyon sokan megyünk el Fidesz-KDNP, akkor nem biztos, hogy az ellenzék közül, főleg mondom azok, akik az atomerőmet is ellenzik, jó volna, nem kerülnének be. És ehhez az kell, hogy mi nagyon sokan menjünk el. Az európai parlamenti választási kampány május 26-áig folyamatos lesz Pakson.